Tegnap reggel is beszéltünk már alvásról, meg alvászavarokról, most nem egészen erről lesz szó, hanem a CBD olajokról, ami egyébként segíthet különböző alvási zavarokban, és egyébként teljesen új alternatív módot kínálnak a krónikus fájdalom kezelésére, de segíthetnek rákos betegeken is. Dr. Bánhidi Róbert gyógyszerész, a Matri Pharma Kft-től van itt ügyvezetője, vezetője? Van, jó reggelt, jó reggelt. Jó reggelt. CBD olaj. Mi a CBD olaj? Ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor a kender gyógynövényből egy nagyon egyszerű eljárással kivont természetes eszenciális olaj. Ez több mint 170 kannabinoid fajtát tartalmaz, ezek közül legnagyobb mennyiségben a CBD-t tartalmazza, és a legismertebb hatóanyag és a CBD, amit meg tudni kell róla, hogy nem pszichoaktív. Na. Röviden és tömören akarjuk mondani ennyi. Mindjárt megnézzük, hogy ez mennyit segít, ugyanis hát nagyon sok alvászavaros ember van, meg van, akinek időszakos alvászavara van. Reményeink szerint itt van a telefonvonal túlvégén Détár Enikő színművésznő. Jó reggelt, jó kívánok, szervusz, Enci! Hogy alsz? Hogy aludtál ma éjszaka? Ma éjszaka jól és nehezen is ébredtem. Köszönöm. Akkor elnézésedet kérjük, hogy felébresztettünk. Korábban is jól aludtál, vagy korábban voltak azok a nehézségeid, alvási nehézségeid? Én bevallom neked, hogy ez elmúlt most, nem is a pár hónapban, és nem csak a karantén miatt, hanem nyilván úgy alakul az ember élete, a stressz, a munka, a megfelelés, hogy képes legyél napjainkat próbálni, alkotni, toppon maradni. És iszonyú nehezen aludtam el, és többször fölkeltem éjszaka, és az egyik kolléganőmtől hallottam először erről. Nyilván a kikerjúba vagy azért megbeszélhet, hogy kinek milyen az élete, otthon is. És nagyon nehezen, egyébként én gyerekkoromban is nehezen aludtam el. Nehezen aludtam el, és nehezen ébredtem, de azért, ahogy elmúltam 50, akkor nagyon gyakran azt tapasztaltam, hogy még nehezebben alszom el, és hogy többször fölkelek éjszaka, és az szörnyű, amikor reggel. És hogy segített neked, Enikő, ez a CBD olaj? Úgy, hogy ugye egyrészt ez egy természetes anyag, ami nekem fontos volt, tehát nem szerettem volna én altatózni, meg lehet hallani, hogy azért az milyen veszélyekkel jár. Úgyhogy nyugodtabban alszom, és nem kelek föl éjszaka. És ennyi már bőven elég. Enikő, annyit mondj meg még, légy szíves, hogy te korábban kipróbáltál minden más tuti tippet? Tehát tudom azt, hogy ilyenkor mindig ad a valaki más egy tuti tippet, és valakinél ez jön be, valakinél az jön be, akinél semmi nem jön be, még mindig ott van a Szatmári Szilva. Szóval, hogy sok mindent kipróbáltál, amíg eljutottál idáig? Nem próbáltam ki egyébként nagyon sok mindent, de kipróbáltam olyan természetes dolgokat, ami aztán nekem végül is nem használt. És hát azért volt olyan időszak, amikor kellett, hogy altatóval aludjak. És ezt nem szerettem volna, de semmiképp. Jó, Enikő, köszönjük neked egyelőre, ez viszont ugye természetes, ezt Enikő is mondta. Hogyan segít ez, és miben, hogy az alvás az is fontos, de csak egy része ennek a dolognak, nagyon sok mindenre jó lehet még ez. Igen, a dolog, az alvás, a stresszoldás, a szorongásoldás, akár mondhatjuk azt, hogy egy picit ez a karantén, pszichózis, nem tudom, hogy nevezzük szépen és magyarul, ebben segíthet. Ez az egyik része, a másik pedig a krónikus fájdalom és gyulladás csökkentés. Ezek a klasszikus terápiás vonalak. Egyéb komolyabb betegség, miután egy nagyon felkapott téma, úgy gondolom a CBD-ről szinte mindenki hallott már, nagyon sok vizsgálat indult, komolyabb betegségtípusokban is, Alzheimer-kor. Rákos megbetegedéseknél is. Rákos, szeretném hangsúlyozni, tehát a CBD nem csodaszer, tehát nem gyógyítja a rákot, nem gyógyítja a szklerózis multiplex, nem gyógyítja az Alzheimer-kort. Kutatások folyamatosan vannak a CBD-vel, pont azért, mert akár ezek az alaptételek, hogy stressz, szorongás, krónikus fájdalom, gyulladás, ha ezeknél a betegeknél, akik sokszor gyógyíthatatlanok, vagy nagyon nehezen gyógyíthatóak, alkalmazzuk, akkor az élet minőségükön lehet javítani. Például a kokáért kemoterápia esetében a hányinger csökkentésére használják a CBD olajat, nem gyógyítja meg sajnos
a rákos beteget, viszont tud segíteni az élet minőségében, ahogy ezt leélje és tudja. Akkor tisztázzuk ebben a pillanatban, akkor mellékhatása, ismert mellékhatása nincsen. És igazából túladagolni sem lehet az olajos formát, porformában talán, de olajos formában nem. Miben segít, vagy milyen módon használja föl ezt a szervezetünk? Azt ugye tudjuk, én most előbb el akartam viccelni, hogy elvicceltem ezzel a Szatmári Szilvával, mert sokan esküsznek rá, hogy este egy kupica, de akkor tudjuk, hogy hajnalban meg korábban kell fel, mert nem tud úgy aludni. És hosszú távon nem biztos, és hosszú távon nem biztos, hogy nem biztos, hogy jó, bár igen, szóval, hogy a testünk mit érez ebből, amikor megkapja ezt a szert, az olajat? Igazából ez egy nagyon komoly kutatások vannak ezzel kapcsolatban, tehát olyan cikkek, amik tényleg azt kell mondjam, hogy gyógyszerészként is az ember belenéz, és el kell kezdeni az egyetemi éveire visszagondolni, hogy ezek a receptorok hol voltak és miként működtek. Nagyon széles spektruma van, hogy milyen receptorális és milyen utakon hat. Pont ezért van ez a sok hatásmechanizmus és a sok kórismerve, amire alkalmazni lehet. Amit érez az ember, az egy nyugtatás, egy pihentetés. Tehát igazából nem érzi, csak igen, tehát nem tompul el, ugye? Igazából bizonyos dózisok fölött már tompító hatása van. Hozzáteszem, dózisok fölött minden tompít. Így van, viszont ugye az honnan tudom? Egyrészt arról azt is mond majd el, hogy hol lehet beszerezni, de hogy honnan tudom. Nyilván, ha valakinek van egy kis alvászavar, máshogy gyan kell szedni. Az adagolást egy picit visszalépnék, azt mondanám, hogy milyen típusban szedjük. A jelenlegi kutatások szerint a tablettának és a kapszulának a felszívódása nagyon kicsi. Tehát a gyomorbélrendszeren keresztül szedett CBD gyakorlatilag 5-6%-ban szívódik föl, tehát ezt semmiképpen sem ajánlom. Itt vannak az olajok, ami a szájnyálkahártyán való felszívódás, illetve a bőrön keresztül felszívódás. Az olyan mértékű, amivel már terápiás hatást tudunk elérni. Tehát ugye a művésznő is, amiről beszélt, az valószínűleg egy olaj volt, amit a nyelve alá becsöppent, ott tartja egy 30 másodpercig, majd lenyeli. Igazából nyálkahártyáról fog felszívódni az olaj. Egy szavas válaszra van időnk, hol lehet beszerezni? Én azt mondom, patikába szerezzük be mindenképpen, az a lehető legbiztosabb. Ha webben szeretnénk, akkor ezeknek a patikáknak, patikaláncoknak nagyon soknak van webpatikája, és odaforduljunk. Nem ez szó volt, de elnézést. Köszönjük önöknek is a megtisztelő figyelmet. Holnap május 1-e van, ennek ellenére ünnepnap, ennek ellenére a Starttal ébredhetnek holnap reggel, és nagyon várjuk önöket. Várjuk önöket, köszönjük, viszontlátásra.